Hamarosan indul a Találkozunk többször programsorozat, amely idén is egész évben a karácsonyi vásárig bezárólag várja az érdeklődőket. Megyünk kifelé a télből, és ez nem csak a tavasz, hanem az újpesti programok közeletét is jelenti. Ismét elindul a Találkozzunk többször programsorozat, amely egészen karácsonyig tart. A szezon április 23-án indul a nyugdíjasoknak szervezett zenés színházi előadással. Ezúttal ifjabb Johann Strauss nagyoperettjét, a Cigánybárót tekinthetik meg az érdeklődők, a hagyományokhoz hűen most is a Jégpalotában. Még egy hét sem telik el, és április 29-én jön a közkedvelt Káposztás megyeri nap, valamint a futó és kerékpáros fesztivál, majd május első hétvégéjén az évről évre népszerűbb horgászverseny. Idén május 13-án lesz a Tábor utcai tavaszi sportparti és főzőverseny. Két hét pihenés után már a családi napra készülhetünk, ami ismét a víztarany lábánál lesz május 27-én. Május utolsó napján pedig ötödszörre is megmutathatjuk, hogy mi vagyunk a legsportosabb város. Újpest szerte programok várják a kicsiket és nagyokat a kihívás napján. A nyár nem múlhat el városunk négy napon át tartó, fergeteges szülinapi bulia nélkül. A városnapokat augusztus 24-e és 27-e között rendezik. Egy hónapra rá, szeptember 23-án a Káposztás megyeri sport és egészségnap, valamint a futó és kerékpáros fesztivál várja az érdeklődőket, egy napon a szüreti mulatsággal. Kis szerencsével szeptember 30-án még lesz esélyünk egy kis késő nyári időjárásra, így az őszi sportparti is napsütésben telhet majd. Az egész éven át tartó programsorozat a nagyszabású karácsonyi vásárral zárul, amely november 25-től várja a vásárlókat a Szent István téren.